Szekó József urat, Mohácsváros polgármester. Diktátor! Kialakult a félelem és a bizalmatlanság légköre. Hogy zsarnokság van, ott zsarnokság van. Most pedig felkérem Szekó József urat, Mohácsváros polgármesterét, országgyűlési képviselőnket, hogy mondja el ünnepi beszéd. Maga is elvtárs volt! Úgyhogy kérjem, érjék be velem, mint az ünnepség szónokával. Szeretném tolmácsolni önöknek, Hargita János képviselő úr. Az is elvtárs volt! Kormányhivatal vezetőjének üdvözletét. Rájön itt erre egy példa. A 80-as évek közepén Marosán György, akit az imént a diákok is említettek a műsor közben, és aki az 50-es, 60-as években az egyik csúcsvezető kommunista politikus volt, de sajnos a sok kiválóság mellett akad jócskán negatív példa is, a legjobb gyártósorban is születnek selejtek. Ma itt Mohácson is él köztünk olyan, aki valószínű a nagy feljelentő sztalmovista kitüntetéssel büszke. Csak nem magára gondolt, elvtárs úr! Abban a világban. Csak nem magára gondolt! Az akkori időszakok kegyetlenkedéseihez járult Rákosi Mátyás. Hasonlít rá! Kultusza, Rákosi és hívei csak a visszarendeződés lehetőségére vártak. Az ő híveik ültek az államigazgatásban és a pártszervezetekben. Ugyanúgy, mint most! Egy ideig nem mertek a Moszkva támogatását élvező minisztere. Trafik, mutyi! Köv, mutyi! Hány állása van, elvtárs úr? 1955 és a feleségének? Rákosi kihasználta... A felesége 9 milliót keres a Hő Kft-nél úgy, hogy ott még nem is látták ott benn. Még én sem ott lakok pedig mellette. Most csinálta neki a negyedik munkáját a feleségének, uraim. Szekó Józsefnek van vagy öt? Jobban élek, mint 4 éve! Nem volt hajlandó önkritikát gyakorolni, nem volt hajlandó visszalépni, nem volt hajlandó módosítani az addigi elképzelésein. És az AVH letartóztatott vezetőire állított minden felelősséget. Májusban maga már be kellett ismernie, hogy neki is szerepe volt a bűnök elkövetésében, de egyúttal igyekezett letörni a párton belüli ellenállást és az értelmiségi ellenállást is. Betiltotta az ellenállás magját jelentő Petőfi kört, amely akkor, mint civil értelmiségi... Nem zavarja a véleménytársam, Latoni Bucsi úr, nem zavarja a véleménytársam, kérem védjék meg, nem maguk keresen meg botránkozókat. AVH! Kihasználnak, kiszipolyoznak, elnyomnak bennünket. Ez a harc már nem fegyverrel, tankokkal folyik, hanem jóval kifinomultabb eszközökkel, módszerekkel. Hol lehet panaszt tenni? Latinovics rendőr, százados vagy nem tudom, őrnagy, maga gyűjtött megbotránkozókat, maga keresett. Ez hogy lehetséges? Odajött mellettem lévőket, megkérdezte, hogy zavarja a német Imre magatartása. Ez hogyan lehetséges? A maga rendőrség próbál olyan tanúkat vagy olyan embereket keresni, hogy esetleg valamilyen móddal esetleg eljárás indítsanak ellenem. Ez nem szégyen? Hát egy állampolgár esetleg oda megy a rendőrhöz, és akkor tesz egy bejelentést. Hogy ezt maga a rendőr keresi, az ez kicsit szomorú, nem? Hát nem egy szava sincs ehhez. A felvétel megvan róla. Azonban az enyhülés légköréhez szokott közélet, értelmiségiek, párton belüli ellenzék miatt már nem lehetett visszaállítani a sztálinizmust az országban. Olyan vezető ereje van az országnak, mely kész és képes felvenni a küzdelmet. Hol az elszámoltatás? Köszönöm meg, tisztelt. Hol van 2006-nak a felelősei? Elvtárs úr, nyakkendő igazító! Anyázó, köpködő polgármester!
Ilyen ember mondhat beszédet, szégyen! Volt kommunisták beszélnek, ez a szép világ. Ki a kommunistai? Leeztársú. Szekó elfáz, meg Argitai elfáz. Hol a rendszerváltás, uraim? Ezeknek tapsulnak, nem? Jobban élnek, mint 4 éve. A fel, uraim, ez a demokrácia. Meg kéne szokni. S most itt mondják neked, elvakult, sötét, lelkű ostobák. Szabad szellemet a kölcsei és vörös Martin nyelvén szól az éneket. A nagy világon e kívül nincs máshol hely.